A mostani videóban a gyakori WC-re járásról lesz szó, 9 olyan okról és megoldásokról, melyek a problémát okozzák. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt! A gyakori WC-re járás nem egy betegség, hanem egy tünet, és nagyon sok minden állhat a hátterében, tehát sokféle betegségnek, illetve testi állapotnak lehet ez a tünete. Okozhatja fertőzés, hormonális változás, idegrendszeri probléma, magas vércukorszint, prostata megnagyobodás, miomák és sok minden más is. Az első gyakori húgyúti probléma féle az a fertőzés, tehát amikor elszaporodnak a húgyhólyagban és a húgyvezetékben a baktériumok, jellemzően az E. coli, de más kórokozók is lehetnek. Erre a legjobb megoldás olyan ételek, italok, növények bevitele, melyek kifejezetten hatékonyak a húgyúti fertőzésekkel szemben. Az egyik legjobb erre a célra a tőzegáfonya lé, vagy a tőzegáfonya kivonata, mely képes megakadályozni az E. coli-t abban, hogy rátapadjon a húgyhólyag falához, ezáltal gátolja abban, hogy szaporodjon, illetve a tőzegáfonyában lévő polifenol vegyületeknek erős gyulladáscsökkentő hatása is van. Nagyon jó még a démanóz, amit általában porformában lehet fogyasztani, és konkrétan a baktérium eltávolításában segít, illetve van még az oregánóolaj, mely az egyik legerősebb fertőzés ellenes fűszerünk. Okozhatja a prostata megnagyobbodás is a férfiaknál a gyakori WC-re járást, ez a második problémaféle, tehát ahogy megnagyobbodik a prostata, elkezdi nyomni a húgyhólyagot, és ez okozza a gyakori vizelési ingert. A prostata azért nagyobbodik meg elsősorban, mert az idősödéssel elkezd csökkenni a tesztoszteron szint a férfi szervezetében, ami magával vonja az ösztrogén hormon növekedését, melynek pedig prostata nagyobbító hatása van. Ennél a problémánál tehát a prostatát kell kezelni ahhoz, hogy megszűnjön a gyakori WC-re járás, melyre a legjobbak az omega-3 zsírsavak, például a krillolaj, a fűrészpálma, a csalán és a tökmag kivonata, illetve a tökmagolaj. Fontos elhagyni az alkoholt, a koffeint és beiktatni a rendszeres testmozgást, a futást, a fizikai tevékenységet, melyek ugye segítenek a tesztoszteron szint növelésében. A harmadik gyakori vizelési inger félét hölgyeknél a miomák idézik elő, melyek hasonló módon okoznak problémát, mint a prostata megnagyobbodás, tehát elzárják, összeszűkítik a hólyagot, illetve a hólyag vezetéket, és emiatt van állandó vizelési ingerünk. Ebben az esetben a miomát kell kezelni, amire a legfontosabb mikrotápanyagok a D-vitamin, a K-vitamin, az omega-3 zsírsavak közül a DHA, az A-vitamin, a maitake, gyógygomba vagy bokrosgomba és a barátcserje kivonata. A barátcserje segít csökkenteni az ösztrogén és megnövelni a progeszteron szintet, ami lényeges miomák esetén a regenerálódáshoz. Mioma esetén fontos kizárni a feldolgozott húsételeket, a finomított szénhidrátokat, az alkoholt és a koffeint, és helyettük naponta sok zöld színű zöldséget enni, leveleskel, mángolt, brokkoli, kelbimbó és társaik. A negyedik hólyag probléma féle az a változókor alatt alakul ki hölgyeknél. A hormonális változások hatására leesik az ösztrogén hormon szintje, és ez okozza a problémát, mivel az ösztrogén részt vesz a húgyhólyag működtetésében. Ilyenkor a legjobb olyan növényeket alkalmazni, és olyan ételeket enni, amelyek hatással vannak az ösztrogén termelő mirigyekre. Ezen probléma esetén segítenek a szója ételek, természetesen a biogazdálkodásból származók, a lenmag és a lenmagolaj, az E-vitamin, a magas rost tartalmú ételek, a makagyökér és a barátcserje kivonata. A menopauza alatt jelentkező negatív tünetek enyhítésében nagyon jó a vörösere kivonata is, mely képes nagy eséllyel megszüntetni az izzadást, a hűhullámokat, a hangulatváltozásokat és a gyakran jelentkező vizelési ingert is. Ezen vizelési probléma esetén nagyon jót tesznek a jóga gyakorlatok is, illetve egyéb olyan erősítő gyakorlatok, melyek a medence környéki izmokat erősítik és tartják karban. Az ötödik hólyag probléma, ami gyakori vizelési ingert okoz, az a hiperaktív hólyag, melynek lényege, hogy a hólyag izmai akaratlanul elkezdenek összehúzódni, egyfajta hirtelen görcs alakul ki, akkor is, ha kevés vizelet van a hólyagban.
A probléma hátterében állhat valamilyen műtét az adott környéken, cukorbetegség, sérv, szklerózis multiplex vagy Parkinson kór is. Erre a problémára nem igazán van konkrét megoldás, inkább az előzőekben felsorolt okozókat kell kezelni és megoldani, illetve segíthet például az alkohol, a kávé, a citrusfélék, a cukor és a szénsavas italok, illetve a mesterséges édesítőszereknek a kizárása. Illetve segítenek még a Kegel gyakorlatok is, melyek a medencének az izmait erősítő összehúzás elengedés gyakorlatok. Így az ott lévő izmok ugye erősítésével javítható a hólyag és a belek egészséges működése. A hatodik hólyag probléma fajta mögött állhatnak a húgyhólyagban megjelenő kövek is, azaz a húgyhólyagkő. A kövek többsége a vesében és a húgyhólyagban több tényező együttes hatása következtében alakul ki, így a magas oxalát tartalmú ételektől, a kevés citrusféle bevitelétől, a túl sok szervetlen kálcium fogyasztásától, például az éveken át tartó magas kálcium tartalmú ásványvizek ivása következtében, és a magas inzulin szint is okozhatja, tehát a túl sok szénhidrát bevitel. Erre a problémára legjobb a citromlé és a desztillált víz, illetve fontos visszaszorítani az állati fehérje bevételt, illetve a magas oxalát tartalmú ételeket. Továbbá létezik egy kőtörőfű nevű gyógynövény, másik nevén a Sanka Piedra, amelyből érdemes egy magas hatóanyag kivonat tartalmú készítményt is a terápia részévé tenni, mivel felgyorsítja a kövek feloldását. A hetedik hólyag működéssel kapcsolatos probléma hátterében állhat prediabetes vagy cukorbetegség is. Nagyon sok ember már a prediabetes állapotában van és nem is tud róla. A prediabetes legbiztosabb jele, hogy étkezések után nem érzed magad jól lakottnak, mivel már ki van alakulva nálad bizonyos mértékű inzulin rezisztencia, hogy az inzulin nem tudja bejuttatni a sejtjeidbe a tápanyagokat. Azaz a sejtjeid éheznek, ezért érzed magadat ugye éhesnek. Amikor inzulin rezisztenciád van és magas a cukor szintje a véredben, a veseid folyamatosan ugye felpörgetett állapotban vannak, mert el kell távolítsák a cukrot a vérből, amit ugye a víz segítségével tudnak eltávolítani a vesék, tehát több vizet vonnak ki a veséid a vérből ilyenkor. Fontos szabály, hogy ahova a cukor megy a testedben, oda a víznek is mennie kell. Ebben az esetben a gyakori vizelési inget a prediabetes, az inzulin rezisztencia kezelésével tudod ugye megszüntetni, melyről számos videóban beszéltem már, keress rá a keresőben. A nyolcadik a klamidia és a gonorhea fertőzések, melyek szexuális úton terjednek. Ilyen problémák esetén az orvosok antibiotikumos injekciót adnak be az izomba, és általában működni is szokott. A természetes szerek közül pedig segíthet az echinácia vagy bíborkasvirágnak a kivonata, a fokhagyma, az oregano olaj és a probiotikus ételek, ugye mint például a kecskejoghurt, kombucsa, a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka. A kilencedik és egyben utolsó hólyagot érintő probléma a stresszel és az idegrendszerrel kapcsolatos. Ha éveken keresztül ki voltál téve a fokozott stressznek, akkor előfordulhat az is, hogy egyfajta diszfunkció lép fel a vegetatív idegrendszerhez kapcsolódó részekben. Ezt ANS diszfunkciónak nevezik, ami az angol Autonomic Nervous System kifejezésnek ugye a rövidítése. És ilyenkor az történik, hogy a hólyagnál lévő izom, ami elzárja a folyadék útját, meglazul, vagy abnormális módon kezd el működni. Ide kapcsolódik az is, amit biztos tapasztaltál már, hogy amikor hirtelen stresszes leszel, vagy hosszabb ideig vagy ugye stresszes állapotban, hogy WC-re kell menned, tehát a stressz önmagában is vizelési ingert okoz. Szóval ebben az esetben a mellékvesét kell megtámogatni, mert ugye a mellékvese termeli a stresszelben résztvevő legfontosabb anyagot, a kortizolt. A legjobb gyógynövények és vitaminok ebben az esetben az ashwagandha, a tulsi és a rózsa gyökérkivonata, a valeriána, az inaktív sorélesztő, B-vitamin tartalma miatt a valódi teljesértékű C-vitamin, az L-teanin, az L-tirozin, a mangán, a cink és a réz. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!